Az ülésen a többi között elfogadták a tavalyi évi zárszámadást, illetve a költségvetés módosítását is elkészítették. Erre azért volt szükség, mert a bicikli pénzügyben a község egyességre jutott azokkal a tanárokkal, akikkel perben állt, így ők is megkapják a kártérítés első részletét. Emellett több fejlesztési terv is kezd véglegesedni. Népkert területén kiemelném a kékmedencének a kezelését, az úszómedencének, valamint a gyerekmedence tervezésének a megkezdését, illetve megvan rendelve a népkerti játszótér terv dokumentáció is, tehát az már folyamatban van, valamint útjavítási munkálatokat fogunk végezni a községben is. Elkészül egy, amikről már előzőleg ugye beszéltünk, a 9 utca aszfaltozása, elkészül egy tervdokumentáció a kanizsai bejáratnál. A napi rendi pontok között szerepelt a nemi egyenjogúsággal foglalkozó tanács tagjának felmentése is. Ezzel kapcsolatban Szabó Dékány Zsófia felszólalt. Különböző törvényekből idéztek, de semmilyen konkrét okot nem adtak, ugyanúgy, mint ahogy a múltkori leváltásom kapcsán. Viszont ezt nem hagytam annyiban, és a felsőfokú ügyészségre elküldtem a beadványomat, választ várok, valamint 6. hónap 20-án a beográdi felső fórumokhoz, a szerb haladó párthoz beadtam indokokkal a kilépésemet a pártból. Szabó Dékány Zsófia hozzátette, hogy a mandátumát mostantól független képviselőként fogja továbbvinni az Erdélyi képviselőtestületben.